Szeretettel köszöntöm a pünkösd másodnapi gyülekezetet, akik most virtuálisan, szerte széjjel, kiki otthonában láthatja, hallgathatja az ünnepi igehirdetések folytatását. Szeretném a mai délutánt egy olyan olvasmánnyal kezdeni, amely egy igazi pünkösdi történetnek az előtörténete, és pedig Péter és Kornélius találkozásának körülményeit szeretném megismertetni. Azokkal, akik még nem ismerik, hogy tudják, akik pedig emlékeznek rá, hogy még frissebben emlékezzenek. Hallgassuk meg tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 10. fejezetének szavait. Élt Cézáreában egy Kornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő az egyik délután 3 óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja: Kornélius! Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte: mi az Uram? Erre az angyal ezt mondta neki: imádságaid és alamizsnáid feljutottak az Isten elé, és ő emlékezik azokra. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Miután eltűnt az angyal, aki vele beszélt, előhívta 2 szolgáját és egy istenfélő katonát azok közül, akik állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondott, majd elküldte őket Joppéba. Másnap, míg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy lepedőhöz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett a földre. Benne volt a föld mindenféle négylábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott: kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt: semmiképpen sem, Uram, mert soha nem ettem semmi szentségtelent vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang, amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig a 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemelkedett az égbe. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, íme azok a férfiak, akiket Kornélius küldött Simon háza után kérdezősködve, megálltak a kapu előtt, és bekiáltva megkérdezték, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek: íme 3 férfi keres téged. Kelj fel hát, menj le és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: íme én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek: Kornélius százados, ez az igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket. Nos, ennek a történetnek a részleteivel találkozunk újból, vagy rövidesen az ige hirdetésben is. Emlékezzünk tehát arra, ami történt, jó Kornélius és Péter engedelmességére. Most pedig imádkozzunk mi is engedelmességért. Olyan jó olvasni, Uram, az igének lapjairól, azokról a férfiakról, akik oly engedelmesek voltak a te hívó vagy küldő szavadnak, akik bár értetlenül álltak egy-egy dolog előtt, de mégis a bennük levő engedelmességre való készség arra késztette őket, hogy szó nélkül, gondolkodás nélkül megtegyék, amit a lélek üzent nekik. Ó, bár lennénk mi is ennyire engedelmesek, Uram, bár lenne készség a lelkünkben mindazt megtenni, amit ha nem is értünk, hogy miért és hogyan,
de lelked ránk nehezíti, és azt gondolkodás nélkül hittel és bátran megtennénk. Kell ehhez, hogy a lélek bennünk lakozzon, hogy érezzük az ő erejét, megtisztító és megszentelő jelenlétét, hogy utána mindaz, ami bennünk már kiforrott, szinte kifolyjon, kicsorogjon, és áldásá legyen. Legyen hát ez a történet, és mindaz, ami ebből folyik, tanulságos számunkra, hogy a pünkösd ünnepének még fényesebb lapjait ismerhessük meg. Amen. És most énekeljük azt az éneket, amely így kezdődik. Ha zendül az Úr lelke, mennyből alájövő, és szétjár éltet lehelve, ó, az dicső idő. A Hithangjai énekeskönyv 265-ös éneke lesz ez. És most hallgassuk meg az alap ígét is, amely a János evangéliumának 16. fejezetében található. Megint csak egy rövid szakasz, a 12-től a 15-ig terjedő versek. János írása szerinti evangélium 16. fejezet 12-től 15-ig terjedő versei. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az atyájé, az enyém, ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Kedves testvéreim, kedves hallgatóim, a mai kornak már szinte természetes hozománya a robotika tudománya, a tudomány területe, amely mindenféle önmagában mozgó, önmagában értelmes cselekedeteket véghez vinni képes gépeket tud gyártani. Már nem is annyira csoda a gépek automatikus vezérlése. Elindulnak, vagy elindítanak valamit, a gép maga egy másik gépet, és ellenőrzi a termelési folyamatokat, vagy mint legújabb csodaként hallottuk, a Semmelweis Egyetemen egy olyan önjáró robotot állítottak össze, amely képes fertőtlenítő szert szétfröcskölni megfelelő helyen, megfelelő mennyiségben, úgy, hogy pontosan tudja az útját, tehát önjáróan, önműködően megy. Az ember csak elindítja, és sok ilyen egyszerű
gépünk van, észre sem vesszük, mondjuk a rádiótól kezdve, vagy akármi más, bekapcsoljuk, és onnantól kezdve magától működik. Mindezt csak azért mondtam el, így pünköst tájékán, mert az Isten szent lelkének is pont egy ilyen csodája van, hogy ő vezérel minket. Ebben az esetben mi vagyunk azok, akiket vezérelnek, na nem gépekként, hanem élő emberekként, és Isten lelke az, amely a mozgás koordinálását végzi, megtervezés elvégzi. Amikor Isten ezt kitalálta, hogy a Krisztusban hívők és a Krisztus követők a Szentlélek vezetése alatt járjanak, éljenek, akkor egy olyan az emberben benne levő szükségletet elégít ki, amelyet gyermekkorunktól ismerünk és érzünk, ha nem is fogalmazok meg úgy tisztán, de minden gyermeknek szüksége van a szülői felügyeletre, a szülői jogra, indulatra, amivel a gyermekét neveli, vezeti. Szóval ugyanezt történik, amikor az iskolában tanárok vannak, amikor a hadseregben tisztek vannak, amikor a munkahelyen egy főnök van. Kell az irányítás. Az ember úgy van megalkotva, hogy valaki kell legyen fölötte. Itt a földi minőségű életünkben ez alapvetően, ahogy felsoroltam, egy másik ember, aki okosabb, tapasztaltabb, több iskolája van, több régebb óta végzi ezt a munkát, tehát jogosult arra, hogy más tanácsoljon. Az Isten lelkének vezetéséről szeretném most szólni, úgy, ahogyan az imént felolvasott történetből, Kornélius és Péter esetéből látjuk. Isten lelkének vezetése Kornélius életében tökéletes volt, mert Kornélius engedelmeskedett. Ki is volt ez az ember? Talán hihetetlen, de tulajdonképpen egy pogány, egy római százados, aki légiójával, hadseregével, vagy katonáival éppen ott a Szentföldön tartózkodott. Egy vérbeli római ember lehetett, aki művelt is volt, és ebben a kategóriában, vagy ezen a szinten már a műveltség szükséges, aki gazdag is volt valószínűleg, és leginkább az volt a legbiztosabb, hogy parancsolni tudott, hiszen tiszt volt. Ő volt az, aki másoknak osztotta a parancsokat. Mint kiderül a történetünkből majd a végén, ő lett az első pogány keresztjén ott a Szentföldön. Tehát aki pogányból, egyenesen Krisztus élet. Nem kellett, mint ahogy sokat tanakodtak rajta, előbb zsidóvá lennie, hanem a pogány életvitelből, abból a belső, megszentelt gondolkodásmódból, amivel élt Kornélius, ahogy olvasok a Bibliában, abból az állapotból igazából csak az kellett, hogy a lélek betöltse, és teljesen megváltozzon, vagy az a jó, ami benne volt, most már nem emberi jóvá, hanem Istentől kapott ajándékká legyen. Isten lelke tehát megmutatta ebben az esetben, hogy ő nem csak a kicsiket, az egyszerűeket, a tanulatlan halász embereket, a szegényeket, a nyomorultakat és a betegeket keresi fel és szólítja meg, hanem az ilyen nagy, magasrangú tudós embert is, mint amilyen Kornélius volt. Mert hogy, ahogy emlékezünk a korábbi igehirdetésre, Jézus amikor azt mondta, hogy jöjjenek hozzám mindnyájan, akik szomjaznak, ez így igaz, Istennél nincs személyválogatás, és úgy, ahogyan Péter ezt nehezen tudta elfogadni, Isten annál inkább tisztában látta, hogy itt a világ minden emberének szüksége van a lélek vezetésére. Kornélius kora úgy is nevezhetnénk, hogy az átmenetek kora volt. Pontosabban volt egy birodalom, amely éppen virágzott, amelynek hatalma szinte az akkor ismert földre végig kiterjedt. A kereskedelem, az ipar, minden működött nagyszerűen, hatalmas paloták és hatalmas városok épültek, és úgy nézett ki, hogy minden jól van, kivéve talán az emberek lelkét. Mert a nagy gazdagság mellett is, vagy éppen a nagy nyomorúság miatt is, az emberek lelke nagyon csüket volt. Űr volt az emberek lelkének mélyén, és kavargás. Bizonytalanság, reménytelenség, reményfosztottság. Három olyan filozófiai elmélet is kiépült ebben a körben, ebben az időszakban, amely egyrészt a közönyre gondolt, a sztoikusok, akik azt mondták, hogy teljesen mindegy, majd lesz valahogy,
A cinikusok hasonlóan gondolkoztak, és talán leginkább az élet élvezetet hirdető hedonisták, akik azt mondták, hogy ma élünk, holnap meghalunk, hát akkor most ezt a mát éljük ki jól. Ilyen szellemi háttérben élt Cornelius. Választhatott volna ezek közül. Lett volna sztoikus, lett volna cinikus, lett volna hedonista, például, ahogyan sokan választották ezt az irányzatot az ő kortársai közül, de Corneliusról azt olvassuk, hogy ő egy kiváltképpen való útra lépett. A felolvasott olvasmányból kiderül, hogy Cornelius egy istenfélő ember volt. Egész házanépével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek. Így olvasjuk a Bibliában. Cornelius tehát, mondhatnám, alapállásában egy jó irányt vett fel. De ez még kevés volt. Sok ember lehetett hozzá hasonlóan kedves, jóindulatú, segítőkész, alamizsnát osztó. De ő ezen felül istenfélő volt. Mi volt ez az istenfélelem, nehéz megmondani, milyen Istenre gondolunk. Lehet, hogy megismerte Izrael egy igaz élő Istenét, és őt kereste, őt próbálta megérteni. Nem derül ki számomra legalábbis ebből a történetből, de volt valami, ami a transzcendencia felé, a menny felé, hogy tetszik, hívta, vonzotta őt. A mi világunk bizonyos értelemben hasonló ahhoz a korhoz, mondjuk más szinten, mint ami akkor létezett. Ma is az atomerő, a világűr meghódítása, már szinte hátunk mögött van, már ezeket jól tudjuk. Most újabb és újabb irányokat keres az ember meghódítani való dolgokat. Ugyanakkor a lélekben gyengeség van, űr van, egy lélek űr, ha úgy tetszik. Tehát mondhatnám, ugyanaz a probléma van most is, mint egykor volt. Gazdagság, tehetőség minden oldalról, kívül, belül viszont üresség. Figyeljük meg, hogy ez a két ember, és visszatérek erre a gondolatra mindjárt, Cornelius is szüntelenül imádkozott. És ugyanezt olvassuk Péterről is, aki felment déli forróságban is a háztetőre imádkozni. Nos, Isten lelkének ezek szerint ebből is láthatjuk, hogy a legjobb táptalaja az ima. Aki Isten lelkére vágyakozik, az kezdje az imádsággal. Kezdjen imádkozni, legyen rendszeres imádkozó. És imádságában kérése nem földi, hanem örökkévaló javakat érintse. Isten lelke imában parancsolt. Az angyal, aki megjelent Cornéliusnak, vagy a látomás, amiben megszólalt egy hang, és Pétert intette, egy kemény szó volt. Nem volt appelláta, nem lehetett mellé beszélni, nem lehetett nem engedelmeskedni. Péter is így kapta az utasítást tehát, hogy új szempontokat kell figyelembe vegyen, nincs válogatás, nincs emberek közötti különbség, mindenki jogosult a Szentlélek drága ajándékára. Nos, a történetből mind a ketten megértették és követték azt a parancsot, amit kaptak. Úgy is mondhatnám, hogy ebből lehet látni, hogy a külső esemény és a belső igazság tökéletesen egyezik. Belülről szól a lélek, és kívülről, tehát a mindennapi életben, a fizikai életben megcselekszik. Cornelius hivatja Pétert, Péter elfogadja a mennyei látomásból, hogy a pogányok is megkaphatják a Szent Lelket. Tehát a belső irányadás kívül engedelmeséggel párosult. Péter, figyeljük meg, hogy nagyon érdekes észrevétel, a történetet, amit felolvastam, folytatólagosan olvasom, úgy derül ki, hogy másnap útra kelt, és a jobbéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. Vagyis Péter nem egyedül ment. Talán még mozgott benne a friss emlék, amit Jézus így fogalmazott meg, hogy lesztek nékem tanúi. És Péter úgy gondolta, hogy bármi is lesz itt, legyen tanúja annak, ne csak ő lássa, vagy ne csak ő rajta múljon, hogy majd valamikor el kell mondania, mi történt Cornelius házában. De figyeljük meg a következő verset. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Cornelius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait. És úgy várta őket. Vagyis Cornelius is egy olyan ember volt, aki meg akarta osztani az örömöt, ami vár rá, vagy várható volt, hogy várni fog rá, és elhívta a barátokat, a rokonokat, lássák ők is, legyenek részesei ők is annak, ami következni fog. Hiszen érezte az angyali szóból, hogy itt valami nagyon fontos dolog lesz, ha Péter az, aki Jézusnak a közvetlen
munkatársa volt, el kell jöjjön hozzá. És még annyit, hogy az Isten tisztelet kezdete, éppen azt olvassuk itt a 33. versben, egy olyan alkalom volt, amit így olvasunk, hogy mind együtt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk azt, amit rábízott az Úr. Így van megfogalmazva, miután jöttek a Joppéia Péterrel, és jöttek a rokonok, barátok Cornélius házába, leültek és meghallgatták az Isten igéjét, amiről azt olvassuk, hogy mindnyájan Isten színe előtt álltak. Nos, minden Isten tisztelet erről szól. Erről kell szóljon. Gondoltál már erre? Eljössz Isten házába, vagy ülsz otthon most a számítógép előtt, és Isten tiszteletet hallgatsz, vagy részt veszel rajta, amikor ez lehetséges. De ez nem arról szól, hogy ott vagyok én, meg a családom esetleg, meg a rokonság, meg a barátok, meg az atyafiak, meg a prédikátor, meg a zenekar. Az Isten tiszteletet mindnyájan Isten színe előtt álltak. Milyen más lenne az Isten tiszteletünk? Valóban Isten tiszteletté lenne, ha ezt komolyan vennénk. Ez a kis mondat most nagyon kibújt ebből a történetből. Az Isten tisztelete mindnyájan Isten színe előtt álltak, és ott állunk mi is. Ha láthatatlanul is, de Isten jelen van. És látja, és tudja érzéseinket és gondolatainkat, amelyek csapzottak és csapódnak ide-oda, amelyekről lepattannak talán az Isten éppen fontos üzenetei, a figyelmünk, amely inkább irányul az atyafiak öltözetére, vagy viselkedésére, vagy külsejére, mint arra, hogy megértsük az ige üzenetét. Sokszor ilyen is van, nem mindig persze. Jó lenne tudni, az Isten tiszteleten mindig mindjárt Isten szín előtt vagyok. Ez nem pünkösdi téma, megmondom, vagy őszintén megvallom, de egy fontos, innen kiviláglik ebből a történetből. Egyébként mégiscsak pünkösdinek is mondhatjuk, hiszen ez történt a pünkösd várásakor, a Szentlélek várásakor is. Együtt voltak, imádkoztak, Isten szín előtt voltak, és a lélek megjelent. És ha Isten ott van az Isten tiszteleten, és hogyha tudjuk és tudatosan vállaljuk, hogy ő ott van, köztünk van, akkor a lélek ereje is érezhetővé válik. És most nézzük meg Péter prédikációját, amit nem olvastam fel, hogy ne legyen túl hosszú, de röviden összefoglalom a fő témáit. Péter prédikációja erről szólt. Krisztusról, aki szerte járt, aki jót cselekedett, akit megöltek, aki feltámadott, aki mennybe ment, aki most uralkodik, aki el fog jönni és ítélni fog. Ez az az igazság, amit olvastunk az alapigényben, amiről Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek elvezeti teket az igazságra. Ez az igazság. Ez, amit Péter felismert és elmondott azoknak a pogányoknak, akik nem tudtak Jézusról semmit. Mindent elmondott, de csak Jézusról. Nem önmagáról beszélt, nem az időjárásról és nem a politikai eseményekről. Arról beszélt, ami az igazság. Mert a lélek ezt helyezte rá. Amikor az igazság, az Isten lelkének igazsága bennünk fészket talál, akkor eljutunk arra a csodálatos állapotra, hogy a lélek, ahogy olvasok János apostolnál a levelében, meggyőz a bűnösségünkről, a nyomorultságunkról és a rászorultságunkról, az Istenre való rászorultságunkról. Meggyőz arról, hogy jó cselekedeteink, amelyekkel eddig takaróztunk talán, semmit nem érnek önmagukban, de Jézus vére az, ami mégis tisztálomos, nem a jó cselekedeteink. Ez az igazság, a Biblia igazsága. Mindenféle emberi elképzelést félresöpör, lesepel, és megjön az igazság. Jézus, csak Jézus, és Jézus vére. Nem én, nem az én cselekedeteim, nem az én elképzelésem, nem az én akaratom pláne. Ez az igazság, amit a lélek azóta és 2000 év óta üzen. És boldog, aki meghallja és megérti. Nem én, hanem ő. Ezt hirdeti a lélek. Ezért van szükségünk a lélek vezetésére. Ezért van az, hogy miközben ez a világ olyan boldog és gazdag, annak látszik, az emberek lelke üres, mert nincs vezetőjük. Mert azok a földi vezetők, akik cserélődnek alkalomról alkalomra, mind-mind emberekből állnak. És az emberek nem tökéletesek. Még a mi vezetőink sem, egyik sem. Mindenhol emberek vannak. De van egy olyan vezető, aki tökéletesen vezet. A pünkösd drága ajándék, a Szentlélek, az a vezető,
akire rábízhatjuk magunkat, az életünket, sőt az örök életünket is. Cornéliusnak is el kellett jusson a teljes igazságra. Meg kellett tudnia, mi az, ami a valódi igazság. Nem amit a rómaiak mondtak, nem amit a zsidók mondtak, hanem azt, amit Krisztus üzent a Szentlélek által, Péteren keresztül. Nos, egy ilyen prédikáció, amely, vagy ilyen istentisztelet, amelyben a prédikáció Isten igazságát hirdette, egy istentisztelet, amelyen Isten volt jelen, ez a közeg és ez a háttér megadta azt a lehetőséget, hogy a lélek ott, akkor azonnal kitöltetett rájuk. Látható, érzékelhető módon. Hadd olvassuk azt a történetnek a végét, ami elmondja, hogy a prédikáció után, amely telve volt az igazsággal, a lélektől kapott igazsággal, így történt. Még ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét. És elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy vették a Szent Lelket, mint mi? És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Ők pedig kérték, hogy maradjon náluk néhány napig. Ez volt tehát a záradéka annak, amikor Isten színe előtt tartották az Isten tiszteletet, és az ige hirdetésnek igazsága a lélek által sugalt mondandó volt. Ezek után megteltek a Szentlélekkel, és hogy Péternek igazolása legyen arról, hogy elmondhassa, a pogányokra valóban kitöltetett a Szentlélek, ennek hallható, érzékelhető jelei voltak a nyelveken szólás. Akkor és ott erre szükség volt, máskor nem, vagy nem mindig, csak a nagy kanyaroknál, a nagy változásoknál, az új eseményeknél. Tehát amikor a pogányok elnyelték a Szentlélket, Isten így látta jónak, hogy jeleket is adjon mellé. De még tovább is van. És talán ez az, ami minket közelebbről érdekelhet és érint. Péter miután látta, hogy a Szentlélek kitöltetett rájuk, ennek jelei egyértelműek voltak, szerette volna, hogy megkeresztelkedjenek, ahogy a Biblia eredeti szövege mondja, tehát, hogy bemerítkezzenek, éljék át újból a fizikai valóságában azt, amit a lelkükben átéltek, meghalni és feltámadni egy új életre, most már Krisztussal. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevében. Amikor valaki a lélekkel találkozik, és a lélek valóban megérinti, hagyja, hogy a vezetése alá kerüljön az ő élete, annak az embernek az életében el kell érkezzen az a pont, az a pillanat, amikor önmaga előtt, a világ előtt, amelyben él, a közösség előtt, amelyben él, határozott vonalat húzzon az addigi és az azutáni élete között. Nekünk nem kell a nyelveken szólás ajándékát erőltetnünk, ha Isten akarná adni, bizonyára adná, nem tagadható ez meg. Adta akkor ott, amikor pogányok különleges körülmények között megtértek. Mi nem vagyunk ilyen különleges esemény. Mi nemzedékek óta, többen, több nemzedék óta már hívő közegben születik és nő fel. A lényeg tehát az, hogy a pünkösdi lélek, ha betölt, emlékezzünk rá, hogy erőt ad, megszentel és megtisztít. A pünkösdi lélek vezet, és a pünkösdi lélek vezetése elvezet arra felismerésre, hogy Jézus Krisztus szavai nem pusztába kiáltott szavak voltak, hanem nekünk szóló üzenet, aki hisz és bemerítkezik, üdvösséget nyer. Ezt Péter is belátta, és meg is tartatta velük. A pünkösdnek legyen áldott következménye, az a felismerés, hogyha a lélek bennem lakozik, ha betöltötte az én életemet, és már árad kifelé, ennek a csodáját igazoljam azzal, hogy láthatóvá teszem, jelképesen a bemerítés csodáját keresztül. Kívánom, hogy aki közel van ehhez a lépéshez, ne gondolkodjon. A pünkösd lelke munkálkodjon, hagyjuk munkálkodni a szívünkben, hagyjuk, hogy vezessen. Vezessen az igazságra, mert ez az igazság, amit Jézus hátrahagyott nekünk. Amen. Imádságunkban megköszönjük, Urunk, az ünnepi alkalmakat, a lehetőséget, hogyha nem is mindig testben, hanem távol egymástól, mégis egy közös pont köré csoportosuljon a mi figyelmünk,
a te ígéd köré. Köszönjük, hogy elmúltak azok az idők, amikor teljesen lehetetlenség volt együtt lenni. Köszönjük, hogy kóstolgathatjuk ezt az új életet, a helyreállást, és kérjük, hogy legyen a te jó tetszésedben ennek a kezdetnek a jó folytatása, hogy mindenek helyreálljanak úgy, ahogyan voltak, úgy, ahogyan volt a mi életünk is, a hitünk is, meg a világ és az egész teljes összefüggés rendszer, amiben élünk. Köszönjük, Urunk, hogy megtartottál bennünket, megőriztél fizikailag is és lelkileg is. Köszönjük, hogy áhítozzuk, szomjazhatjuk a te ígédet, mert az jön árad gazdagon. Köszönjük, hogy van reménységünk. Nem úgy élünk, hogy egy gazdag világban szegény lelkek, emberek vagyunk. Lehet, hogy a világban szegények vagyunk, nem nagy vagyonnak birtokosai, de lelkünk annál gazdagabb, mert oda bízunk a Szentlélek vezetésére, és akkor megújul, megszentelődik, megtisztul, és erőt nyer az a lélek. Áldott légy, Uram, aki adtad a lelket az egész emberiségnek, adtad nekünk is, adtad nekem is, és testvéreimnek is. Amen.